Intézményünk nevében nagy tisztelettel és szeretettel köszöntök minden kedves érdeklődőt az első világháború 100. évfordulója alkalmából megrendezésre kerülő emlékkonferenciánkon. Intézményünk régi hagyományát visszük azzal tovább, hogy jeles évfordulókon, konferenciákkal, előadásokkal emlékezünk meg, ahogy tesszük ezt ma délután is, és ezzel kapcsolatban még azt szeretném mondani, hogy 2014-ben már volt egy remek konferenciánk, és bízunk benne, hogy ezt még 18-ig folytatni fogjuk. Most pedig felkérem városunk polgármesterét, Markóth Imre urat, hogy nyissa meg a konferenciát. Tisztelt Hölgyeim és Uraim, kedves diákok! Nagy megtiszteltetés egy-egy ilyen konferenciát polgármesterként köszönteni, polgármesterként megnyitni, hiszen az, hogy egy településen az itt élők, akik szerveznek, szervezéssel foglalkoznak, illetve jeles oktatók gondolnak mindig arra, hogy egy-egy történelmi eseményt nem elég csak úgy önmagában megünnepelni, hanem ahhoz egy megemlékező konferenciát is rendezzünk. Ez egy település életében mindig egy nagyon jó és nagyon fontos dolog. Immáron az első világháborúra emlékezvén egy második konferencia délutánt rendez az Ipolyi Arnold Kulturális Központ itt városunkban. Ugye, ahogy intézményvezető asszony is említette, 2014-ben már volt egy, jelesül 16-ban egy második konferenciát tartunk, és talán még időnk lesz arra, hogy egy megismételt újabb konferencián emlékezzünk, elődeinkre, eleinkre emlékezzünk arra a nagy háborúra, amit a népemlékezet is nagy háborúként emlegetett sokáig, majd a történelem, amikor már ismétlődött, akkor már számozással nevezte első világháborúnak. Gyakorlatilag a 20. század időpontját tekintve 1901-ben kezdődött. Ugyanakkor nagyon sok vélemény azt mondja, hogy a 20. század igazi fordulatát, az igazi 20. századot azt az első világháború hozta, és az első világháború következményei, amik gyakorlatilag egy teljesen új világot nyitottak Európában, nyitottak a világban, nyitottak Magyarországon is. Talán lehet, hogy a mai délutáni konferencián erre is fogunk választ kapni, hogy miért lehetett ez. Az egyik nagy változás, ami mindenféleképpen az első világháborúval alakult ki, az a harcászat, az a haditechnika, amit azt gondolom, hogy azok az emberek, azok a katonák, akik valamilyen oknál fogva kikerültek a frontra, nem is gondolták, hogy mivel fognak szembenézni, hiszen addig a háborúzás fő vonalát az a könnyű lovasság adta, amit gyakorlatilag a magyar huszárság által terjedt el Európában. És gyakorlatilag itt az első világháborúban szembesült mindenki azzal, hogy milyen haditechnika készült el addigra, gyakorlatilag úgy, hogy senki nem vett róla tudomást, senki nem tudta, hogy mire képes az emberi fegyverkezés. Mintegy 15 millió áldozatot követelt az első világháború. Teljes mértékben átrajzolta és átrendezte a világ térképét, átrendezte Európát és átrendezte benne Közép-Európát, benne Magyarországot, a Magyar Királyságot, hiszen a háborút lezáró békekonferenciák következtében Magyarország is területeinek kétharmadától, illetve lakosainak körülbelül egyharmadától vált meg, és alakult át a mai viszonylatára, mai is ismert formájára. Azt gondolom, hogy nagyon sok család tekintetében talán még máig nyúló emlékezet van erről a háborúról, hiszen majd a mai konferenciát is, hogyha tekintjük, többségében helyi vonatkozásai, megyei, illetve törökszentmiklósi vonatkozásai lesznek a mai előadásnak. És itt Törökszentmiklóson is azt gondolom, hogy a Városháza auláját, vagy a Kossuth téren lévő első világháborús emlékművet, ha tekintjük,
bizony volt személyes áldozata az első világháborúnak, és nincs olyan kis település egyébként a Kárpát-medencében, hogyha járjuk az országot, és eljutunk olyan mára már lakatlanná vált faluba is, a templom előtt, a templomkertben találunk egy táblát, vagy találunk egy oszlopot, amin megemlékeztek az ott élők az áldozatokról. Én nagy szeretettel köszöntöm Önöket a mai konferencián. Külön tisztelettel köszöntöm előadóinkat. A saját nevünkben köszöntöm őket Törökszent Miklós város önkormányzata nevében is, hogy vették a fáradtságot és készültek a mai napra, és átadják nekünk ma délután az ismeret anyagukat. Én mindannyiunk számára ma délutánhoz jó konferenciát kívánok, és hasznos időtöltést. Köszönöm szépen, hogy meghallgattak. Ezennel a mai konferenciát megnyitom. Köszönöm szépen, polgármester úr, szavait, és most felkérem Héja Lászlót, a Butyka Béla helytörténeti gyűjteményünk vezetőjét, a mai konferencia szervezőjét, hogy néhány mondatban mutassa be az előadókat, az előadóknak az előadásait ismertesse, és én is kívánok hasznos időtöltést. Köszönöm a tisztelő figyelmüket. Üdvözlöm Önöket, kedves vendégeink! Először is hagy fejezzem ki örömömet, hogy megvalósulhatott ez a mai rendezvényünk, mely folytatása a szinte napra pontosan két évvel ezelőtti világháborús konferenciánknak. Reméljük, hogy ezzel, mint már szóba került, nem zárul le ez a sorozat, hanem legkésőbb két év múlva újra találkozhatunk az első világháborúra emlékező előadásokat meghallgatva. 102 éve 1914-ben tört ki a nagy háború, a kortársak már csak így emlegették, hiszen egyrészt nem gondolták, hogy majd követi egy második világégés, másrészt azzal sem voltak tisztában, hogy a rájuk váró modern háború milyen borzalmakkal jár, és mekkora áldozatokat követel emberben és anyagiakban egyaránt. A háború elején még a korábbi időszakok színes egyenruháiban énekelve vonultak be a lelkes újoncok, hamarosan azonban a szürke egyenruhák és gépfegyverek jelezték, hogy az újfajta hadviselés nem tűri a korábbi időkből megmaradt illúziókat. A nagyháború évekig elhúzódó lövészárok harcai, a sokszor értelmetlennek tűnő és sikerrel alig járó, ám hatalmas emberveszteséget okozó hadműveletek után nem volt kétséges a háború elé kitett nagy jelző jogossága. Manapság sem lehet ezt kétségbe vonni, még a II. Világháború borzalmaihoz viszonyítva sem. Annál is inkább, mivel számos történész meggyőződéssel vallja, hogy igazából csak egy világháború volt a 20. században, aminek a két szakaszát csupán egy 20 éves fegyverszünet szakította meg. Lehet vitatkozni ennek a nézetnek a jogosságával, azt azonban senki sem vonhatja kétségbe, hogy Európa és a világ végérvényesen megváltozott. Ha belegondolunk, hogy milyen volt a világ 1913-ban, és milyen élet 1920-ra, akkor mindenki megértheti, miről van szó. Hát ha még 1913-at 1946-tal hasonlítjuk össze. Összességében kimondhatjuk, Európa önmagát gyengítette meg a totális háborúkkal, és vegyük észre, hogy a mai Európa gyengesége, kiszolgáltatottsága, tehetetlensége részben éppen ezekben a történelmi eseményekben gyökerezik. Ezért is fontos számunkra, hogy ne csak a múlt letűnt kuriózumainak tekintsük történelmünk fontos eseményeit, hanem lássuk, hogy a napjaink eseményeinek okai is esetenként mennyire visszanyúlnak régmúltba. És akkor rátérve mai konferenciánkra, első előadónk Babuts Zoltán, hadtörténész, múzeológus, a Hadtörténeti Intézet és Múzeum tudományos munkatársa. Kutatási területe egészen a 48-49-es szabadságharctól a II. Világháborúig terjed. Előadásának címe egy Honvéd huszár főhadnagy háborúja, dr. Modrai Kovács Antal tartalékos huszár főhadnagy élményei és fényképei a nagy háborúból. Még azt megjegyezném, hogy múlt évben, 2015-ben jelent meg éppen a nemesi származású Kovács Antal világháborús éveit bemutató kötet Babuts Zoltán kísérő tanulmányával.
És még annyit, hogy Kovács Antal, ő kunhegyesi születésű volt, tehát ebben a értelemben is kötődik a megyénkhez. Úgyhogy akkor megkérném Babuts Zoltánt, tartsa meg előadását. És tisztelettel köszöntöm a konferencia résztvevőit. Nekem is nagy örömömre szolgál, hogy itt lehetek ezen a konferencián, és gondolataimat megoszthatom önökkel. Mint ahogy már előttem a kollega Héja László mondotta volt, én egy megyei születésű huszártisztnek az első világháborús, tehát nagy háborús élményeiről szeretnék beszámolni, aki nem más, mint dr. Módrai Kovács Antal, kunhegyes szülötte, aki 1890. május 8-án született Kunhegyesen, édesapja pedig dr. Kovács Antal körorvos volt, úgyhogy egy ottani családnak a leszármazottjáról van szó, tehát egy megyebeli huszártisztnek az első háborús pályafutását szeretném önök elé tárni, és mielőtt belefognánk a vetítésbe, illetve az élményeknek a megosztásába, szeretném elmondani azt, hogy egy nagyon különleges véletlen folytán sikerült ezt az első világháborús hadinaplót, illetőleg fotóalbumot megjelentetni, hiszen valamikor a 2000-es évek elején, 2006 tájékán az egyik hadtörténész szerzőtársammal éppenséggel az Egri Dobó István 14. Honvéd Gyalogezred II. Világháborús történetét írtuk meg, és amikor megjelent a kötetnek az első kiadása, az első kiadás megjelenését követően dr. Sándor Istvánné Kern Mária jelentkezett nálam e-mailben, aki jelezte nekem, hogy édesapja, Lovak Kern Károly vezérkari őrnagy, annak idején az Egri 20. könnyű hadosztálynak volt a vezérkari főnöke a Donkanyarban, és nagyon sok Egri vonatkozású fényképei vannak. Hát a találkozó végül is nem váratott sokáig magára, mai napig is nagyon jó kapcsolatban állok ővele és családjával egyetemben. És amikor elmentem hozzájuk, akkor kiderült az, hogy az ő nagypapája, dr. Módrai Kovács Antal az első világháborúban a budapesti első honvéd huszárezred kötelékében teljesített szolgálatot, 1914-től 18-ig egy gyönyörű életnagyságú olajfestményt is lehet látni a budapesti lakásuk egyik kiemelt helyén. Ráadásul a nagypapának az első világháborús díszegyenruhája is megmaradt. De ez még mind semmi, ha szabad ilyen pestiesen fogalmaznom. Kiderült, hogy a nagypapa nem csak kiváló zongorista, kiváló énekes, nyelvtehetség és tanárember volt, hanem szenvedélyes amatőr fotós. Ennek köszönhetően több mint 200 darab első világháborús fénykép negatívja maradt meg. És aztán, amikor beszélgettünk erről, én javasoltam, hogy valamikor, amikor itt lesz az ideje, egy albumot kéne készíteni dr. Módrai Kovács Antalnak a fényképeiből. Először 2008-ban, hogyha jól emlékszem rá, akkor Jászfelső Szentgyörgyön nyílt egy első világháborús kiállítás az ő fényképeiből, és aztán ugye jött az első világháború kitörésének a centenáriuma, voltak pályázati lehetőségek, és a pályázati lehetőség, illetőleg a család anyagi támogatásának köszönhetően jelent meg a Huszár lettem Honvéd Huszár című munka, egyébként itt tartom a kezemben, ebből fogok majd egy pár részt felolvasni, ami ugye az érdekes leveleket és naplóbejegyzéseket tartalmazza. Tehát úgy látom, hogy nekem különösebben nincsen dolgom, mert automatikusan vetíti a gép a fényképeket. Tehát én azt javaslom, hogy miközben a fényképeket szemléljük, én akkor elmondanám, hogy dr. Kovács főhadnagy mit is tett az első világháborúban, és egyáltalán milyen élményei voltak neki ebből az időszakból. Egy dolog még engedtessék meg nekem. 1918. április 11-én Kunhegyesen nősült meg, Mondok Erzsébetet vette feleségül, aki Ipoly Arnoldnak volt az unoka húga. Ez ugye ennyiben köthető Török Szent Miklóshoz, hiszen ugye a Városi Könyvtár, illetve Művelődési Központ Ipoly Arnoldnak a nevét viseli, tehát ilyen kapcsolódása is van a mai előadásnak és dr. Módrai Kovács Antalnak a Török Szent Miklós városához. Mert mondottam volt, hogy 1890. május 8-án született, és Szolnokon érettségizett 1908-ban, majd ezt követően a Budapesti Tudományegyetemen nyert felvételt, ahol természetrajz, ásványtan és kémia szakon kezdte meg a tanulmányait. Emellett az Ötvös Kollégiumnak is tagja volt, végzett külföldi egyetemi tanulmányokat, tehát volt a svájci Lausanne-ban, illetőleg a párizsi Sorbonne-on is volt vendéghallgató, majd pedig onnan hazatérve 1912. október 1-én kezdte meg egyéves önkéntesi szolgálatát a hamuszürke csákót viselő budapesti első honvéd huszárezred kötelékében.
Az egyéves önkéntesi szolgálat azt jelentette, hogy ezekből az emberekből lettek a potenciális tartalékos tisztjelöltek, hiszen egyrészt hivatásos tisztikarból állott a monarchia tisztikara, másrészt pedig az érettségizett emberekből próbálták meg a tartalékos tiszti állományt bővíteni, készülvén a majdani háborúra, hiszen nem lehetett tudni, mikor fog a háború kitörni. És így ennek volt köszönhető, hogy dr. Kovács Antal 1912. október 1-én megkezdte egyéves önkéntesi szolgálatát, és ennek történetéről, illetve hát, hogy mi minden történt vele, a szüleit rendszeresen levelek útján tájékoztatta. Most jön egy levélidézet, amely a kiképzésükkel kapcsolatos, és rávilágít arra, hogy bizony ugye a leendő huszártisztetnek ismerniük kellett a lovaglás csinyát, binyát. A levél pedig a következő, 1913. január 21-én írta a szüleinek. Most különben nagy örömem van. Eddig mindig igen rossz lovaim voltak, s emiatt sokan szittak a lovardában, sőt, már azzal is biztatott a főhadnagy, hogy a következő előléptetésnél jóval hátrébb megyek a rangsorban a lovaglásom miatt. Én persze nem exkuzáltam magam, tudva, hogy az úgy sem ér semmit. Aztán tetszik tudni, mert két csapatból lovagolunk, mivel nincs elég hely a födött lovardában. Egyik csoport a jó lovasok, másik a rosszak. Én az utóbbiban vagyok. Ma a mi csoportunk lovagolt először 7-től 8:30-ig. Ekkor jött be a jó lovasok csoportja, és mivel egy beteg volt közülük, kérdezte a kapitány, hogy ki hajlandó közülünk annak a lovát is belovagolni. Én persze jelentkeztem, s mindjárt föl is ültem. Ez a ló a legjobbak egyike, persze sokkal könnyebb is lovagolni, mint az enyémet. Ment a lovaglás egyetlen megszólítás nélkül, és egyszer csak bejön az új iskolaparancsnok, az őrnagy, és miután jó fél óráig nézett bennünket, kettőnek a lovaglása tetszett neki különösen, amint az ki is fejezte. Az egyik én voltam. Mondanom sem kell, hogy milyen elégtétel volt ez nekem a lovardai szidásokért, és az örömem tetézte, hogy a kapitány nekem adta ezt a jó lovat, amelyik hirtelen olyan jó lovast csinált belőlem. Na, eddig az idézet. Miután az egyéves önkéntesi szolgálatát letudta, ugye 1913-ban tette le a tartalékos tiszti vizsgáját, ezt követően 1914. január 1-én tartalékos hadapródi rendfokozattal fejezte be tényleges katonai szolgálatát, majd ezt követően befejezte egyetemi tanulmányait, és a Kőzettani Adatok Észak-Paraguay címben írta meg doktori értekezését, amelyet kiváló eredménnyel védett meg a Budapesti Tudományegyetemen, és később, még ebben az esztendőben a Budapesti József Műegyetemen a földtani és ásványtani tanszéken dr. Safarcsik Ferencnek lett a tanársegédje. Mondhatnánk azt, hogy egy ígéretes tanári pályafutás előtt állott, azonban közben szólt a nagy háború, ugye, amely 1914. júniusának végén tört ki Ferenc Ferdinánd trónörökös szarajevói megölésével. Ezt követően dr. Módrai Kovács Antal is, mint tartalékos hadapród, elkölcsi kötelességének érezte azt, hogy jelentkezzen erre a nagy háborús kalandra, úgyhogy ő is megkapta a behívóját, és behívták a budapesti alakulatához, méghozzá annak is a tartalék századába. Ugye ebben az időszakban, 1914-ben kétfajta nézet uralkodott azzal kapcsolatosan, hogy a lovasságot hogyan lehet alkalmazni az új háborúban. Az egyik volt a kard képviselőjének a tábora, a másik pedig a karabé képviselőjének a tábora. A kard képviselői azt mondták, illetve azt vallották, hogy a sereglovasság, tehát a lovashadosztályok, azok pontosan arra valók, hogy zártrendi alakzatban váratlan lovasruhamokat hajtsanak végre, színpompás egy ruhában, tehát semmilyen rejtő ruházatot használva, hanem a színes csákókat, mentéket, attillákat és a piros huszárnadrágot fölvéve rohamozzák meg az ellenséget. Tehát magyarán szóval régi, klasszikus 19. századi lovasruhamot preferálták. Még a másik a karabé képviselőinek az álláspontja volt, aki kiindulva az orosz-japán háború, illetve a búr háború eredményeiből azt javasolták, hogy a lovasságot inkább felderítésre használják, ne pedig csata eldöntő lovasságnak, a huszárokat pedig lóról leszállítva, tehát gyalogos katonaként kell bevetni a háború folyamán. Magyarán szóval a lovat, mint szállítási segédeszközt kell használni az újonnan kitört háborúban. Hát itt ennek a vitának a véres valóság vetett végül is véget, hiszen 1914. augusztus 15 és 17-e között olyan véres lovasrohamokra került sor a galíciai hadszíntéren, itt utalok például a gorodoki lovasrohamra,
ahol a budapesti 5. honvéd lovashadosztály iszonyatosan nagy veszteséget szenvedett, és amely bebizonyította azt, hogy hiába a huszárok bármilyen jellegű hősiessége, hiába a magyar virtus, a géppuskák és a tömegfegyverek a tömegek háborújában a lovasságnak a klasszikus lovasruhama immáról leáldozott. Így ebből a lovasruhamból szerencsénkre dr. Módrai Kovács Antal hadaprót kimaradt. Ő ugye ott maradt a század, illetve az ezred tartalék állományában, és 1914. októberében, mint tartalékos zászlós kerül ki az ezredéhez, mint tisztipótlás. Ekkor a 3. lovasszázad kötelékébe osztották be, itt is beszámolt szüleinek arról, hogy milyen élmények érték, hogy vasúton utaznak ki Kárpátalja területére, hogyan érnek ki Galíciába. Beszámolt arról, hogy 1914. októberének közepén hogyan estek át a tűzkeresztségen, majd pedig Bártfa térségébe vonják vissza az 5. honvéd lovashadosztályt, ahol a ló nélkül maradt huszárokból egy gyalogos osztagot állítanak föl. Az egyik gyalogos osztagnak a századparancsnok helyettese lesz a fiatal dr. Kovács Zászlós. Az 1914. évi decemberi hadműveleteket ő így éli meg, és végül 1915. januárjában szívburogyulladással kerül a hátországba, hát nem bírván a harctéri izgalmakat és a megpróbáltatásokat, hátországba kerül, egyelőre hátországi szolgálatra osztják be, ami azt jelenti, hogy 1915 folyamán először ezredének a tartalék századánál szolgált, illetve a tartalékos tiszt iskolának a növendékeit képezte ki, másfelől pedig a Ludovika Akadémián, mint vendégtanár tanította a huszár akadémikus jelölteket. 1915. május 1-én léptették elő tartalékos hadnaggyá, 1916-ban megkapja a bronz katonai érdemérmet, ugye a piros-fehér hadiszalagon, emellett később majd kiérdemli a Károly csapat keresztet, a vörös kereszt másodosztályú díszérmét, és 1918-ban fölterjesztik az ezüst dicsérő elismerés hadiszalagon a kardokkal fokozatára, azonban a háború vége elmossa ennek a kitüntetés adományozásnak a véghezvitelét, amelyet aztán később a két világháború között az 1930-as évek elején fog utólagosan megkapni. Emellett persze megkapja az 1912-es 13-as mozgósítási keresztet is, tehát egy szépen dekorált huszártisztről van szó. Na most, hogy mi történik a hátországban, milyen életük van ott a huszároknak, erre vonatkozóan egy újabb levél idézettel szeretnék szolgálni. Mindjárt meg is keresem, és abból szeretnék egy részletet felolvasni, amely jól illusztrálja azt, hogy milyen is volt az ő életük akkor éppenséggel Budapesten. 1915. május 15-én írta a levelét édesanyjának. Kedves jó mamuskám, éppen most tanulmányozgattam át háztartásom számadásait, és mivel már 10 napja múlt el tegnap, hogy itthon főzetek, most már egy kis számítást lehetett csinálni. Örömömre látom, hogy nem került többe, mint gondoltam, bár hallatlan drágaság van. A leveshús kilója 5 korona. Most sikerült nehezen kieszközölnem, hogy a laktanyából kapjak húst, hol a leveshús 3 korona 20 fillér, és ilyen arányban olcsóbb a többi is. És mondom, ezen drágaság dacára is sikerült ebédünket átlag 6 koronából kikerekíteni naponta, tehát egyre-egyre 2 korona esik. Az igaz, hogy a 10 nap alatt tésztát, mármint sonkás tésztát, csak egyszer ettünk, mert annyi lisztet nem kap az ember, hogy tésztát is lehessen csinálni. Így aztán tejbekása és hasonló dolgok helyettesítenénk a tésztát, ha tejet lehetne kapni, de az is meglepetés számba megy. Amit mamuskám írt, az az örömem nekem is megvan, mert pár nap előtt kifizettem én is a lakbért, a bútorabból meg még fennlévő összeget, és Misogának 500 koronát, egyébként Misoga Sándor, a korszak egyik leghíresebb egyenruha szabója volt, ő ugye a két világháború között is működött Budapesten, tehát itt a hadnagyi felszerelését fizette ki. Szóval nekem sincs adósságom semmi, sőt, a fiókomban már 1000 korona egy lóvételére. 900 koronát kaptam egy lóra, amit köteles is vagyok minél előbb beszerezni. Elsietni semmi esetre sem fogom a dolgot, annál kevésbé, mert jelenleg ennyi pénzért lovat venni nem igen lehet. Ezért kértem apuskámat, hogy kérje meg a gróf urat, itt gróf Nemes Jánosról van szó, ugye a kunhegyesi grófról, hogy adjon el nekem egy jó 4,5-5 éves erős csikót. Ő megteheti barátságból, hogy ad 1000 koronáért. Én aztán majd betanítom, meghízlalom, és 6 hét múlva eladom a német tiszteknek, ahogy már ez itt nálunk szokás, 2000 koronáért. Tehát itt is látszik a huszártiszti virtus, kiütközött nála.
Tegnap előtt szemlélte meg az ezredes úr az embereimet, és nagyon meg volt elégedve. Mellékelve küldök pár képet, melyek május 8-án készültek. Ha nem lehettem otthon, legalább utólag a fényképeim otthon lesznek. Mindjárt kezeit Totyeszt csókolja szerető fiúk Tóni. Totyeszt egyébként a kisúga volt a hadnagyúrnak, és az, itt kötkezik az utóirat. Az éjjel azt álmodtam, hogy lisztet, tojás, tarhonyát, levesbe való tésztát, stejfelt kaptam hazúról. Tehát magyarán szóval kérte a szülőket, hogy egy kis apanást, illetve támogatást küldjenek akkor a számukra Budapestre. Tehát, hogy mondottam, volt ebben az esztendőben Budapesten szolgált, és az előjárói valóban meg voltak vele elégedve, hiszen például 1916. júniusában a következő jellemzést olvashatjuk róla. Megállapodott jellemű, vígkedélyű, igen jó szellemi képességekkel és felfogással, mint az osztály egyik parancsnoka, nagy szorgalommal vezette alárendelteinek kiképzését. Alárendeltjeire jó befolyás gyakorol, róluk kiválóan gondoskodik. A pótszázattól 1916. november 28-án vezényelték a lábadozó kerethez, majd pedig 1917 nyarán, 1900. június 22-én parancsőrtisztként osztották be a 39. Honvéd gyaloghadosztály 77. gyalogdandárába, Bericska Sándor tábornok mellé. Ez a hadosztály, illetve ez a dandár, tehát a 77. gyalogdandár, Honvéd gyalogdandár, ez ekkor tájt az Erdély hadszíntéren, az Úz völgyében állomásozott, így gyakorlatilag járőtevékenységet folytattak a szemben álló román és orosz katonákkal szemben, tartotta ugye ez a 77. gyalogdandár az 1000 éves határokat, de köszönhetően annak, hogy 1916. augusztus 28-án Románia megtámadta az osztrák-magyar monarchiát, és nagyon jól tudjuk azt, ennek ugye éppenséggel 100 esztendeje, hogy alig 8 hét leforgása alatt az osztrák-magyar csapatok, illetőleg a német szövetségesek kikergették Erdély területéről a regát is a sokat, és 1916. december 6-án be is vonult a Bukarestbe, tehát elfoglalták a román fővárost. Románia később persze kapitulált 1918. májusában, de addig még orosz segítséggel kitartott a Kárpátok mentén. Tehát dr. Modrej Kovács Antal tartalékos huszárhadnagy ezeknek a harcoknak volt részese. Itt is több alkalommal írt a szüleinek, hogy milyen eseményekben vett részt. Ebből is szeretnék egy igen érdekes és tanúságos idézettel szolgálni, mely azt hiszem ezen az oldalon lesz majd található. És igen érdekesen lesz leírva az, hogy éppenséggel milyen jellegű volt a front, illetve mivel lehetett számolni egy kiérkező tisztnek ezen a front szakaszon. 1917. júniusában a következőket írta. Kedves jó szüleim, ma reggel jött jelenteni egy altiszt, hogy az éjjel megérkezett értem a kocsi, de bár 4 lóval jöttek, a mai napon még nem indulhatunk, mert olyan rossz az út, hogy csak lépésben lehet haladni, és így 8 óráig tart a 36 km út megtevése. Így hát ma Csíkszentsimonban üdülök. Az eső most is csepereg. Na, itt kigyógyulhat az ember az idegességből, mert általában nincs igénybe véve. Az unatkozástól nem félek, mert hoztam 3 vastag német szakmunkát, még azt kitanulom, tán vége is lesz a háborúnak. Hát elég naív elképzelés volt, mert a háború az még egy esztendőn keresztül tartott. De 1917. augusztusában több vállalkozásban is részt vett, ennek alapján terjesztették föl hadi kitüntetésre, amelyre már utaltam, hogy a háború vége elmosta, és ezt ugye az első világháborút követően a 30-as évek elején kapta meg. 1917. november 16-án arcvonalszakaszt váltottak, átkerülnek Moldvai területre, szintén egy érdekes levélidézettel szeretnék szolgálni. Kedves jó szüleim, szerencsésen megérkeztünk az új helyünkre 4 napi kocsikázás után. Itt vagyunk az összes pakkokkal együtt, hiány nélkül. Mindössze 20 kilométerrel fekszik délebre a mostani frontunk a réginél, de a hegyek miatt kellett ilyen nagy kerülőt csinálnunk. A hadosztály parancsnokság Szlanékfürdőn van, a román király üdülője egyébként, mi pedig pár kilométerrel kijjebb az út mellett. Németektől vettük át a parancsnokságot. Kényelmes elhelyezésünk van, mindenkinek külön szobája, csak kívülről nagyon gyengén néz ki, mert fedezékszerűen van építve, hogy a repülők ne vehessék észre, hogy parancsnokság van itt. Most persze nagyban rendezkedünk, építkezünk. Az időjárás itt sokkal enyhébb, mert a völgy csak kelet felé nyitott, honnét a Fekete-tenger légáramlatait kapjuk. Nagyszerű ruganyos vaságyam van, valamelyik Szlanici hotelből került. Azt hiszem, pár nap alatt egy zongorát is kerítenek majd a huszárjaim. Estére majd írok részletesebben, de most sietni kell, mert megy a posta. No, tehát eddig a levél idézet.
1917 végén, tehát itt áll a 77. Honvéd gyalogdandár, 1918 tavaszán azonban ezt a dandárt áthelyezik a 39. Honvéd gyaloghadosztállyal együtt az észak-itáliai, tehát az isonzói hadszíntérre. Viszont ekkor egy jelentős családi esemény következik be dr. Módrai Kovács Antal tartalékos főhadnagy életében. Őt 1917 május 1-én léptették elő tartalékos huszár főhadnagy, a 3-as rangszámmal. Ekkor nősül meg, itt Kunhegyesen, amelyről a helyi sajtó is, tehát a helyi újság is beszámolt. Ennek a végéből idéznék egy pár gondolatot, amely ugye a háború végét is óhajtotta volt már előre apostrofálni, azonban hát nem lehetett azt tudni, hogy ilyen vége lesz ennek a háborúnak. A következő tudósítás a Jászt-Agykun Szolnok megyei lapok hasábjain jelent meg, és egy piros csákos huszár esküvője címmel lehet ezt a cikket olvasni. Mikor az ifjú pár kocsira szállva esketés után a templomot elhagyta, szelíd lendülettel egy hófehér galamb ereszkedett kocsiuk fölé, s jó darabból játszi röppenéssel követte őket. Egy sorok öreg írója fáradt, meleg szívéből azon imádságos fohászát az egek urához, vajha ez a fehér galamb, e boldog, szép emberpárnak egy fellegtelen, örömökben gazdag hosszú életet, édes minnyájunknak, szegény magyarotnak pedig a sóvárgott, nehezen várt békét hozta volna meg, úgy legyen. Na hát nem így akarta a sors, hiszen nagyon jól tudjuk, hogy az első nagy háború hogyan végződött. A fiatal főhadnagy tartós szabadságot kapott, majd pedig 1918. szeptember 19-én több mint egy év tartós szabadságra helyezték, ami azt jelentette, hogy ő már nem vett részt az utolsó hadműveletekben, tehát nem volt ott a 39. Honvéd gyaloghadosztály kötelékében, amikor 1918. októberének végén, novemberének elején a hadosztály zöme a visszavonulás következtében olasz hadifogságba esett. Számára tehát így ért véget a nagy háború, mint egy nagy kaland. A mi szerencsénk, tehát az utókor szerencséje, hogy a fényképei, illetve a napló töredéke is fönnmaradt, hiszen arról nem beszéltem, de arra szeretnék azért még utalni, hogy 1914. októberében elkezdte háborús naplóját vezetni, ebből sajnos csak egy pár napos jegyzet maradt meg, viszont fönnmaradt korabeli levelezése, ezekből szemezgettem az előbbiekben, illetőleg jelent meg ebben a kötetben, amelyben ugye több mint 180 olyan képet válogattunk össze, amely korhűen adja vissza a nagyháborús katonák hétköznapjait, hogyan harcoltak ezek a magyar bakák, milyen volt az ő küzdelmük, milyenek voltak a lövészárok hétköznapok, egyáltalán milyen volt a magyar huszárság alkonya, és azt hiszem, hogy mi megyeiek is büszkék lehetünk dr. Módrai Kovács Antal, a tartalékos huszár főhadnagyra, hiszen az utókor számára is megörökítette élményeit, úgyhogy én előadásom végén nagyon bízom benne, hogyha ne talán az önök kezébe kerül ez a kötet, akkor haszonnal tudják forgatni, és egy így az előadás során megismert embernek, tartalékos huszártisztnek a háborúját lehet közelebbről megismerni, nem csak a fényképek, hanem az ő visszaemlékezései segítségével. Nagyon szépen köszönöm megtisztelő figyelmüket. Köszönöm szépen ezt a rendkívül részletes és érdekes előadást, és azt hiszem, azért nagy ajándék ez egy történésznek, mikor így bepillantást nyer egy életpályának, legalább egy részletében, mert... Egy mondatot szabad mondanom, tudom, ez a történészbetegség, hogyha az embernek még mindig vannak gondolatai, de azt nem mondtam, hogy valóban, ahogy Laci az előbb is mondtad, hogy a történésznek valóban az az egyik legnagyobb álma, hogy egyszer egy olyan könyvet állítson, vagy illetve írjon meg, amikor nem kell levéltárba, könyvtárba, ide-oda-amoda járni kutatni, hanem minden együtt van. Na most a dr. Módrai Kovács Antal esetében minden együtt volt, hiszen unokája, Kern, Mária mindent megőrzött, amit csak lehetett. Így nekem tényleg annyi dolgom volt csak, hogy a fényképeket átnézzem, összeválogassam, megnézzem a szebbnél szebb fényképeket, megpróbáljam beazonosítani a fényképeken szereplő személyeket, és kívánom minden történész kollégának, hogy legalább egy ilyen kötet kiadással mindenkinek kijárjon. Úgyhogy még ennyit szerettem volna hozzáfűzni. Köszönöm. Mi köszönjük. De hát azt hiszem azért ez nem csak szerencse kérdése, hanem ez felkészültség, meg kutatást, elszántság kérdése is. A következő előadónk Bojtos Gábor főlevéltáros, a Magyar Nemzeti Levéltár Jász-Nagykun Szolnok megyei levéltárának munkatársa, aki Adalékok Jász-Nagykun Szolnok megye első világháborús történetéhez címmel tart előadást.
és munkásságáról elég sokrétű, már tartott többször is előadást az intézményünkben, csak annyit mondanék, hogy többek között a Jász-Nagykun-Szolnok megyei levéltár első világháborús adatbázisának a összegyűjtésében jeleskedett, amely adatbázis ugye a megyebeli első világháborús áldozatok, sírhelyek és hősi emlékművek adatait tartalmazza. Úgyhogy akkor felkérném Bojtos Gábort, hogy tartsa meg előadását. Köszönöm szépen. Remélem én is visszatapsoltatom magam a végén. A Zoltánnal ellentétben, aki ugye itt egy konkrét személynek az egészen kiváló élettörténetét mutatta be, és ugye látjuk, hogy nagyon szemletes fényképekkel, amikor én ezt a nagyon hosszú címet, ami aztán nem fogja takarni az előadásomat, de hát hogy valamilyen címe legyen ennek, én igazándiból körülbelül egy tucatnyi Törökszent Miklóshoz kötődő embert és történetet szeretnék bemutatni a rendelkezésemre álló időben. Azt hozzátéve, hogy például az első személyem, és akkor itt gyorsan tovább is lépek, tehát például az almásiak, ugye én 2 éve pont az almási család első világháború szerepléséről beszéltem volna, így aztán azt gondoltam, hogy önismétlek, még ha itt talán sokan azt nem is hallották, még egyszer azt nem mondanám el, hogy ugye Törökszent Miklóson a demokrata mágnás Almási Imre, aki meglehetősen sokat tett az első világháborúban, ugye Jász-Nagykun-Szolnok vármegye főispánja volt, és mind a két gyereke részt vett az első világháborúban, ahogy szóltam korábban róla, illetve tavaly előtt, az egyik ugye a császár és király Jászkun huszárezred, 13-as huszárezredben szolgált, a Dénes nevű fia ott bekarikázva pedig megkapta a Velence bombázója, ma már ilyen kulturális örökség részeként azért nem dicsekedhetünk vele, de ő volt Velence bombázója a sajtó szerint, ő pedig ugye a tengerészeti repülésnél szolgált. Tehát tulajdonképpen ezért itt gyorsan túl is mentem az almásiakon. A másik, akik nagyon fontosak lennének Törökszent Miklós történetében, az a Bagosi família. Én kicsit korábban eljöttem Törökszent Miklósra, mert a Bagosi családnak rendkívül sok köze van a településhez. Kimentem a református temetőbe, hogy hát ha megtalálom a Bagosi Bálintnak a sírját, aki itt volt a református lánytanító, és ugye már megérte itt az előadásomon kívül, hogy kijöjjek, mert megtaláltam a sírt, és amiért fontos, az ő fia Károly, ma Jász-Nagykun-Szolnok vármegye alispánja lesz, és nagyon fontos szerepet játszik a megyei reformátusok életében, és az ő gyermekei lesznek tulajdonképpen, akik itt az első világháborúhoz kötődnek, István és Károly, és a sajtóban úgy emlékeztek rájuk, hogy a Bagosi fiúk Károly és István legyen hála jóságos Istennek megvannak. Kimondhatatlanul aggódtunk érettük. Ott szenvedtek szegények Pszemiszliben, és a vár feladása után hosszú hetek teltek el a legnagyobb bizonytalanságban. Élnek-e, vagy elpusztultak? De megjött sürgőnyük, megvannak a derék jó fiúk, mindketten fogságba jutottak ők is. És hát aztán jó sokáig ott maradtak Oroszországban, hiszen István csak 1920. novemberében térhetett haza, a Bagosi Károly pedig a testvére 1921. novemberében, tehát ugye itt meglehetősen sokáig, és a Károly meglehetősen korán bekövetkezett halálában ez a 6,5 éves fogság is nagyon belejátszott. Még a Bagos Istvánról, aki aztán egy nagyon szép katonai pályát futott be, és ugye itt előbb elhangzottak a kitüntetések, hogy itt is megkapta a magyar bronz érdemérmet, a vitézségérem, szalagen, hadiékítménnyel, kardokkal, Károly csapatkereszt, háborús emlékem, stb. De ami nála érdekes, az az egész története, hiszen ő katonai pályát futott be, hivatásos katonaként szolgált, vitézzé is avatták, megkapta a magyar érdemrend lovakkeresztjét majd 41-ben, és aztán 45-ben szintén, ugye itt 6 évet már volt hadifogságban, 45-ben ismét hadifogságba került, onnan 48-ban tért haza, de hát ezt a szabadságot nem sokáig tudta élvezni, hiszen aztán kitelepítették, és aztán ugye meglehetősen zaklatott körülmények között hunyt el. Tehát ők lettek volna akkor a bagosiak, és itt van ugye Károlynak a gyász jelentése, és úgy ugye itt van, hogy idő előtt aláásták egészségét, és okozták korai halálát, ugye 43-ban hunyt el.
A következő família, akik a megyei történelemben fontos szerepet játszanak, ez a Roffi Borbé család. A Balázsnak a testvére, a György, ő a törökszentmiklósi választókerület országgyűlési képviselője volt, főszolgabírója volt, és aztán vármegye főispánjaként is tevékenykedett. Tehát az ő testvére volt a Balázs, aki a közigazgatási pályát is itt kezdte Törökszentmiklóson 1909-ben, és aztán itt futotta be ugye azt a karriert, amit befuthatott volna, ha nem jön közbe ugye a világháború. És amiért őt azt gondoltam, hogy mindenképpen beteszem a mai előadásomban, az egy nagyon érdekes eset, méghozzá azért, mert az országos sajtóban szerzett nevet Borbé Balázs, méghozzá egy kártyajáték révén az első világháborúban. Ez pedig így szól, ugye ő végül a császár és király 68-as gyalogezeret tartalékos főhadnagyaként szerelt le. Tehát így szól ez a kártyajáték. A játék pedig úgy történik, hogy amelyik vívó árokra többet lőnek az oroszok, az nyer. 21-en túl troppa. Hogy pedig ez valahogy ne következzék, hát úgy cselekszik a baka, hogy a 20-21. Lövés után egyszerűen rohamra megy. Egész egyszerűen, mert az nagy szégyen volna, ha befutcsolna. És így történik, hogy az oroszok már nem is igen lőnek többet egy-egy csatárláncra 19-20-nál, hanem ilyenkor egy kicsit előbbre veszik a löveget 3-400 lépéssel, mert úgy számítanak, hogy a 20. lövés után jön a baka. De nem azért baka a baka, hogy az ilyen apróságon megakadjon, most már csak 15-17 lövést várnak meg, és azután megy rohamra, és aztán írják ugye a Borbély találmányát, hogy aztán már szépen nyert ő többször 17-tel, meg 15-tel. Tehát nyilván ez a, hogy töltsük el az időnket, és aztán a Borbély saját levelében, amit ugye nyilván írt a sajtónak és a törökszentmiklósi sajtónak, azt írja, hogy egészen jól meg vagyunk mi itt, kedves szerkesztőr, az orosz földön, sokkal jobban, mint csaknem ma egy éve a Kárpátokban, mert hát mégiscsak más érzései vannak az embernek meghódított idegen országban harcolni, mint saját hazáját védeni, de azért már nagyon várjuk a békét is, amit a balkáni fejleményektől remélünk, és mindnyájan óhajtunk. Tehát ő lett volna akkor a Borbé Balázsunk, aki szintén már 19-ben nyugdíjaztatta magát az egészségügyi problémái miatt, és aztán ő is elég fiatalon meghalt. A következő egy törökszentmiklósi pedagógus família lenne, őket én biztos nem hagytam ki, magát vagy nem hagynám ki, magát a táblát az Galsi Zoltánnak köszönhetjük, majd megmutatom a táblát, a Kálváriai Fiúiskolában volt, és minden igaz van kint a falon. A következőt kell tudni a családról, hogy a Dudásék, akik részt vesznek a háborúban, az édesapjuk Dudás Lajos, római katolikus vallású tanító, aki meghatározó szerepet játszott, amellett, hogy tanító, de ugye a pedagógusok azért fontos szerepet játszanak egy település társadalmi életében is. Tehát ő volt a helyi iparos tanonc és gazdasági ismétlőiskola igazgatója, a polgári fiúiskola rajztanítója, az iskolaszék jegyzője, emellett a fogyasztási szövetkezet ügyvezetője, az ipartestület jegyzője, tanácsadója, stb. És 1887-ben vette feleségül egy helyi földbirtokos Szabó János lányát, Szabó Teréziát. Két fia tanító lett, Zoltán és Lajos, egy pedig tisztviselő, és ugye nyilván mindannyian bevonultak katonának. A Dudás Zoltánról azt kellene tudni, hogy Egerben én megtaláltam ugye a érseki levéltárban, ugye itt katolikus iskoláról van szó, a katolikus tanítóknak az anyakönyveit és ami hozzátartozik. Na most ez a Dudás Zoltán azt mondja, hogy mint a város szülöttje, hol atyám 25 éves tanítói munkássága mellett tanultam meg szeretni pályámat, és becsülni azt a népet, melynek erkölcsi és anyagi előbrevitelén fiatal erőmmel én is szeretnék önzetlenül buzgolkodni, ugye valahol, tehát talán nem közelítettem bele, tehát valahol ezt higgyék, tehát valahol itt írja ezt a szöveget. Tehát ő sem, ugye 1909-ben kezd el tanítani, de ő is bevonul 1914-ben, és azt tudjuk róla, hogy egy szemtanú állítása szerint Genovában halt meg szeptember 1-én. Most a táblán, ugye Dudás Zoltán, mondtam, hogy a Galsi Zoltán révén tudunk, hogy ezen osztály tanítója meghalt a hazáért Genovában, és ugye itt nem 1-e, hanem 19-e szerepel, és itt van akkor a törökszentmiklósi tanító úr. Az ő testvére, a Dudás Kálmán viszont tisztviselőként dolgozott, és a törökszentmiklósi gazdák gőzmalma könyvelője, igazgatósági tagja, majd ügyvezető igazgatójaként.
szolgált és számos ütközetben vett részt. A következő, és most már nem úriember, hanem egy hölgyről lenne szó. Itt lehet, hogy nem tudom, hogy hányan ismerik a Messzénes Stefániának a nevét, Polgár Béláné-ról lenne szó, aki egy helyi nemes és földbirtokos volt, aki 1901-ben elhunyt, és aztán 40, több mint 4 évtizedig egyedül élt ez a báró Messzéna Stefánia, akinek ugye a levéltári anyagának feltárásán, ugye itt az első világháború megvan az országos levéltárban, ezt kellene majd valahogy, ha lesz idő, feldolgozni. Általában ugye a jótevő angyal, ahogy hívták a gróf Almás Imrének a feleségét, a Wesselényi Kornélia, őt szoktuk említeni. Majd mindjárt mutatnék két újság részletet, ami a Messzéna tevékenységére, vagy jótékonyságára és segélyezésére is vonatkozik. Itt lenne ez az úrhölgyünk, és azt írja, hogy ugye a grófnő méltósága akkor ez a Almás Imréné, és akkor, hogy ő mit csinált, hogy a legnagyobb anyagi áldozatot, de én erről beszéltem 2 éve, hogy ő mit csinált, tehát ezt nem mondanám. Odaadó segítő társa volt a Polgár Béláné, báró Messzéna Stefánia. És aztán, ugye itt Babuc Zoltán említette a román betörést, és az erdélyi menekülteket, és aztán, hogy jutunk el végül egészen Bukarestig, de 1916-ban ugye számos erdélyi menekülterről szintén írtam már, vagy beszéltünk már korábban, tehát az erdélyi menekültek 16-ban értelemszerűen Törökszentmiklóson is megjelennek, és azt mondja a Messzéna Stefánia, hogy legelsőnek a vasútnál a menekülők gyermekeinek tejet kiosztani, őt láttuk, amint értesült, ugye 16 nyarán és kora őszén járunk, a jelzetvonat érkezéséről, azonnal a kocsin kihajtott az állomásra, és nagyobb kannával látjuk, hogy tejet osztott. És itt az erdélyi menekültek kapcsán akadtam egy nagyon érdekes történetre, itt, ami Törökszentmiklósra vonatkozik, méghozzá Ábrahám Rebeka történetére, akiről a következőt kellene tudni, hogy itt is van egy, amiből talán, ha egy közelebb hozom, akkor lehet látni, ugye itt van a Strul Herskóné született Ábrahám Rebeka, aki 1917 tavaszán Törökszentmiklóson fog meghalni. Az anyakönyvi bejegyzését is hoztam, hogy lássak, ez a törökszentmiklósi halotti anyakönyvben. Látjuk 17 májusában, itt van Ábrahám Rebeka, izraelita vallású, 74 éves. De azt is látjuk, hogy egy törökszentmiklós van beírva, igen ám, de azt tudjuk, hogy ő Gyergyó tölgyesi, tehát ő a román támadás, 16 augusztusában bekövetkező román támadás, ugye kimozdította itt Udvarhely, Csík vármegye magyarságát, és ők elindultak nyugatra, és így telepedett le, vagy így érkezett Törökszentmiklósra. És ez egy nagyon érdekes történet önmagában is, hogy idejöttek, és akkor az izgalom miatt, és ugye ez a 74 évesen elindulni, vagy 73 évesen, hát ezt nem élte túl. Igen ám, de itt nincs vége a történetnek, mert hogy ez a hölgy nem más, mint ennek a Serbu Adolfnak a nagymamája. És nem tudom, hogy itt bárkinek Törökszentmiklóson, vagy aki pedagógus, hallotta már ennek a dr. Serbu Adolfnak a nevét, róla a következőt kellene tudni. Ugye ismét egy pedagógusról van szó, akik az én szívemhez közel állnak. Azt mondja, hogy 1889-ben született Gyergyóvárhegyen, a nagyszebeni főgimnáziumban érettségizett, bölcsészdoktori címet szerzett, 1914. februárjában érkezett városunkba, Törökszentmiklósra. A polgári fiúiskolában kezdett el tanítani, és a Törökszentmiklós és vidékének 14 és 18 között ő volt a szerkesztője, és emellett számos cikket írt a Jászlókun-Szolnok vármegyei népművelés című szaklapba. Tehát ő lenne ez a Serbu Adolf, ő aztán elkerült Miskolcra, utca őrzi a nevét Serbunak, hiszen a miskolci közoktatásért is rendkívül sokat tett. Tehát Ábrahám Rebeka menekül, és akkor ugye csak leesik az embernek a végén, hogy miért pont Törökszentmiklós lett az ő végállomásuk, hát azért, mert az unoka itt tanított, és itt élt, és közreműködött Törökszentmiklós életében.
Jó, és akkor még itt a messzén a Stefániáról leírja, hogy igazi nemes lélek, és itt nagyon sok szépet és jót is, hogy a háza nem csak a városiak előtt, hanem az egész vármegye intelligenciája előtt mindig nyitva állt, és számíthattak ugye itt az özvegyen maradt báróné segítségére. És ugye ő is, ugye a gyászjelentés 1943-ban Törökszent Miklóson halt meg, és ugye a polgárcsaládnak, ugye a családi sírboltjában temették el. A következő úriember Mészáros Béla lenne, aki 1908-tól 1927-ig két évtizeden át Törökszent Miklós orvosa volt, és hogy miért kerül be egy orvosa az első világháborúról szóló miklósiak névsorába? Hát nyilván azért, mert ahogy elment a főispán gyermeke, és elment sok névtelen, 100 meg 1000, bár ugye Törökszent Miklóson hál' Istennek nem névtelene, úgy nyilván behívták az orvost is, ezt a Mészáros Bélát, aki 1876. októberében született Mezőtúron nemesi református családban, ami az érdekes, hogy a szolnoki Sevcsik család egyik nő tagja, Sevcsik Katalint vette nőül, aki a Törökszent Miklósi Nőegylet és a Stefánia Szövetség elnöki tisztét is betöltötte, és amit róla tudni kellene, hogy katonai jellemzésében a következőket olvashatjuk, hogy ez a magas termetű, igen erőteljes Mészáros Béla, aki tisztességes, jó társaságban forgó, jómodorú fiatalember, nem csak élénk felfogással és helyes ítélőképességgel bír, hanem szorgalmas, kitartó, rendszerető, stb. Aki képzi magát katonai egészségtamból, de aztán az egészsége megromlása miatt és felülvizsgálata miatt 16 májusában nyugállományba helyezték. Az ő nevével még találkozni fogunk a Mészáros Béláival. Ezt ugye a házassági anyakönyvből vettem volna ki, ugye Törökszent Miklóson élt és itt házasodott. Mugorairól én írtam a kalendáriumban, hogy szolgabíró a háborúban, tehát róla csak nagyon-nagyon röviden szeretnék, ugye róla lenne szó a Mugorai Károlyról, aki főszolgabíróként tevékenykedett másfél évtizeden a világháború után, de amiért a Mugorai szerintem egy érdekes figura, az azért lenne, mert hogy 14. július 31-én még a főszolgabíróval Borbély Györggyel együtt hirdették ki a mozgósítást Törökszent Miklóson, és tartottak beszédeket az összegyűlt tömeg előtt, önként vonult be. És ez azért érdekes, mert ő is hadifogságba esik, és a levéltárban, ugye itt egy karikatúra róla, a hadifogságból az igazolványa, és ez a lényeg. A levéltárban van egy nagyon érdekes irat, hazajön ugye a háború után, és akkor ugye közigazgatási életpálya modell, ha mondhatom ezt itt az előadásom felénél, hogy akkor itt azt írja, hogy miért nem lépett ő elő, hiszen ugye itt van egy bizonyos előrelépés, ami fizetési kategóriákat jelent, és ez azért érdekes, mert ki jár jobban, aki önként, tehát neki nem kellett volna bevonulnia, de ő bevonult, harcolt, szépen dekorált tisztként esett már hadifogságba, és aztán ő is meglehetősen sokáért haza, és akkor azt mondja, tehát itt lenne, ha itthon teljesítettem volna szolgálatot, ugye ezt látjuk, akkor minden hivatali működés, és ugye ha nem lett volna a világháború alatti hivatali működése alatt probléma, akkor a törvényhatóság nem fosztott volna meg a fent hivatkozott törvénycikk rám vonatkozó részéről, azaz már előlépett volna egy fizetési kategóriát. És akkor a Mugorai ezen puffog és dühöng, hogy ő elmegy a háborúba, hadifogságba esik, és aki itthon maradt, ugye, mi a jó döntés, az pedig milyen jól járt, és már fölötte van egy fizetési kategóriával, ő pedig, aki áldozatot hozott, és ette a hadifogság keserű kenyerét, ő meg hogy járt. Jó? Róla azt kell még tudni, hogy minden irányban kiterjedő társadalmi működésével megbecsülhetetlen szolgálatokat tett Törökszent Miklós közigazgatási, társadalmi, gazdaság és kulturális fejlődése érdekében, minden társadalmi, gazdaság és hazafias intézmények fáradhatatlan mentora volt. Menekülés közben, ugye a II. Világháború után Vácon 44-ben Vácra került, és a szíve ott mondta fel a szolgálatot 45-ben. A következő úriember Udvardi Viktor lenne. Róla azt kellene tudni, hogy itt van ez a Ceglédről származó fes fiatalember, ő pedig nem más, mint a Törökszent Miklós legjobb fiának, Kunce Imrének a lánya, Kunce Olga. És azt kell róla tudni, hogy az ő édesapja itt látható. Tehát ez az úriember Udvardi Károly, 1915-ös a kép, de látjuk, hogy hát itt
ugye a mostani divatnak megfelelő szakállal már itt 100 évvel előbbre menően léptek föl. Az a kép címe, hogy az utolsó honvédek. Az udvardi Károly ugyanis 1848-49-es szabadságharcban küzdött. Én kimentem Ceglédre, illetve egyszer Pestről hazafele jövet, akkor ott csatangoltam, hogy megtaláljam a sírját az udvardinak, és meg is van az udvardi Károlynak a síremléke. Amiért érdekes, vagy amiért az udvardit én külön kiemelném, az lenne, hogy ez, ugye látjuk, hogy ez egy emlékmű, még ha semmit nem látunk, talán az altisztek ezt el tudjuk olvasni, meg hogy látjuk, hogy itt van valami. Akit én bekarikáztam, az udvardi Károly, de ez a ceglédi első világháborús emlékmű, és Cegléden ott van udvardi Károly neve. Ez pedig a sokak által ismert Törökszent Miklósé első világháborús emlékmű, ahol látjuk első helyen az udvardi neve szerepe. Tehát amikor készítjük itt a nagy névlistákon, akkor majd ezeket a duplumokat érdemes lesz felülvizsgálni, hiszen ugye azt gondolhatnánk, hogy hát van egy ceglédi udvarding, meg egy miklósi udvarding, de nem, a ceglédiek magukénak érzik, hiszen ott született, látjuk, hogy a kedves papát is megbecsülik, és hogy utolsó honvéd, és ott is élték le az életüket. A fiúk viszont elkerült, nem is ott tanult, aztán megismerkedett, a 900-as évek elején már ide került Törökszent Miklósra. Egy nagyon közkedvelt, rokonszenves, visszajövök ide, fiatalemberről van szó, aki pillanatokon belül elvarázsolta itt a leírások szerint a mondjuk azt a helyi intelligenciát, vagy a helyieket, és dolgozott a nőegyletben, és a gyászjelentésében ugye látjuk, hogy a törökszentmiklósi népban, a törökszentmiklósi gazdák gőzmalma ügyésze, és aztán nekem itt még van sok-sok, hogy mit is csinált, a temetkezési egyesület tagja, a titkára, a jótékony célű nőegyletnek, újságszerkesztőként is működött, egy egészen rendkívüli figura, aki azonban 14 novemberében életét vesztette, és amiért mondtam a Mészáros Bélán, hogy még szóba kerül, Mészáros Bélának köszönhetjük, ugye úgy szól az újságtudósítás, őt tétette koporsóba és vitette át Boszniába, tudván azt, hogy lehetővé tegye azt, hogy később hazaszállítsák. És a temetéséről szóló beszámolóról csak egyetlen egy mondat, illetve kettő. A tömeg zajongás nélkül tömörül, az emberek lábújhegyen járnak, mintha félnének megzavarni álmát. De hát hőst megillető fogadtatása ez? Nem, százszor is nem. Zajos zene, örömrivalgás, ágyúdörgés, mint valamikor a csatából megtért törökverő Nagy Hunyadi Jánost fogadta méltó a hőshöz, nem komorság és síri csend. Udvardi Viktor, nem így készültünk mi fogadni téged. De hát ezt a fiatalembert, ugye, aki hősi halált halt, a végül aztán így fogadták. És itt van a sírja ugye, a Törökszent Miklósi temetőben udvardinak. És aztán most már itt az utolsókat rúgva az előadásban, azt gondoltam, itt is nevek lesznek elsősorban, de itt elsősorban történetekre szeretnék kitérni itt a Törökszent Miklóson és a környékben meglévő hadifoglyok történetéből szeretnék egy-két dolgot idézni. Az első az lenne, hogy itt van egy megyei összeállítás, ahol azt látjuk Törökszent Miklósnál, hogy Törökszent Miklósnak 2200 hadifoglyra volt szüksége, ugye ez egy éppen aktuális állapot, ami itt nem tudom, akinek jó a szeme, én már innen nem látom, de így biztos. Tehát hogy az a lényeg, hogy nagyon, a megyében a legtöbb hadifoglyot Törökszent Miklós kérte, látjuk 2200 főt, nyilván ahányan igényeltek, nagybirtokosok, nagyon sokan. És akkor nézzük meg, hogy kik igényelték, vagy miért, vagy milyen problémák voltak ezekkel a hadifoglyokkal. Az első egy Jó József nevű rendőrnek a feljegyzése, bocsánat, itt már túl is mentem, aki arra hívja fel a figyelmet, hogy szinte ruha nélkül járnak ezek a drága hadifoglyok Törökszent Miklóson, és azt mondja, hogy egyes helyeken még a munkát is meg fogják tagadni, éppen ezért nagyon-nagyon sürgősen intézkedni kellene, mielőtt súlyosabb következmény lesz Miklóson, hogy ellátatlanak ezek a hadifoglyok. Aztán itt van a Lábasi féle gépgyár és Fehér Alajos, aki nem mást kér, ugye nyilván itt a oroszokról beszélünk, vagy orosz hadifoglyokról, mint azt mondja, hogy szárított, sózott halat szeretne, méghozzá itt alá húzva 1 méter mázsányit szeretne kérni itt a Törökszent Miklósi orosz hadifoglyoknak. Aztán itt van a Puszta Tenyő és a Léderer gazdaság,
akik pedig, ugye itt konkrétan felsorolják, hogy hány bakancsra, nadrágra, kabátra, ingre, stb. Van szükség ezeknek a hadifoglyoknak, mert teljesen le vannak rongyolódva, és valamit kezdeni kellene. Visszaugorva egy kicsit megint a lábasi gépgyárhoz, hogy aztán átveszi egy Löffler nevezett úriember 18-ban, akivel számtalan probléma van itt a gyárban, és ezzel a problémával, tehát hogy itt a gazda közönségét kiszipolyozza, éppen ezért megtagadják tőle, hogy hadifoglyokat adjanak neki, és akkor az előbb volt már Kuncze Imréné, ugye itt már özvegy Kuncze Imrénéként szerepelt, természetesen ő is kért a 300 holdas gazdaságához hadifoglyokat, mert hogy a legfontosabb munkák, mint szántás és vetés, hát pont akkor fogják elvinni hadifoglyokat, amikor neki nagyon kellene. És még mielőtt ezt a egészen elképesztő történetet elmondanám, hogy 31-ben hogy számol be az újság egy eltűnt orosz hadifogolyról, a legizgalmasabb talán még előttünk van, ha fokozhatom az izgalmakat, ez egy hatoldalas jedzőkönyv, a fegyverneken készül, de erős törökszentmiklósi szálakkal, egy ötoldalas jegyzőkönyv, illetve egy hatodik, ahol a hadifoglyok panaszát jegyzik fel, méghozzá a bíró telepen készült 16. május 29-én. Ebben a jegyzőkönyvben hosszan-hosszan sorolják, név szerint felemlítve a hadifoglyok, milyen problémák vannak ezzel a drága bíró Mátyással, aki őket fogadja, hogy disznóhús kapnak rendszeresen, ez probléma, a tyúkhús csak néha, nem jó az élelmezés, nem kapunk ruhát mosni, nem moshatunk, stb. Tehát hosszan sorolják a problémákat, és én olvasgattam ezt a jegyzőkönyvet, és akkor itt a hetes pontban azt mondja, hogy Lukov Maxim panaszkodik Iván Mezsigoricra, mert egy alkalommal feküdni küldte őt, ám Iván kést fogott rá. Lukov vallomása szerint ez az Iván Mezsigoric szerelmi viszonyt folytatott egy cselédasszonnyal, és ezért haragudott Iván őre, mert félt, hogy elárulja a gazdának. Mert Lukov látta, hogy mindig későn járt haza, éjjel 12 órakor. Mikor a napokban az asszony férje hazajött a harctérről, majdnem ott találta Ivánt az asszonynál. Tehát ugye itt a hadifoglyok, most nyilván az előadásom keretét szétfeszíteni, hogy itt a természetes szükségletekről beszéljek, a fér nélkül maradt asszonyokról, meg az orosz hadifoglyokról, de hát volt ilyen történet, ezt látjuk, és aztán van egy csomó olyan, hogy ugye megvizsgálták a hadifoglyokat, hogy nemi betegségeket összeszedtek-e vagy sem, tehát volt ilyen, de menjünk tovább a jegyzőkönyvbe, mert hogy... Azt mondja a bíró Mátyás, mintha elhangzott a panasz, hogy hazug rágalom az egész, mert hogy ugye itt aztán elmondja, hogy pulykát, kappan, disznó, mindent adott ő ezeknek a drága hadifoglyoknak, de azt mondja a vég, tehát pár sorra lejjebb, hogy amikor minden élelmiszer annyira drága, foglyokat olyan bőven és egészséges étellel látom el, hogy diplomás, családos tisztviselők, akár magyar gazdaemberek ilyen módon és ilyen bőséggel nem élelmezik magukat, mint ahogy ő a hadifoglyokat. És azt írja, hogy közel egy hónap óta lázonganak, már pedig a saját hadifoglyai, ennek pedig az az oka, mert az egyik Iván nevű fogoly hadba vonult egyik cseléden feleségével, amint most tudomásomra jutott, belső szerelmi viszonyt folytatott, a társai panaszkodtak nekem, hogy amikor azt hitte, hogy már a társai alszanak, a szobából mindig kioson, későn ért haza. Amikor ez nekem tudomásomra jutott, felhívtam a fogoly és a cselédasszony figyelmét, hogy fejezzék be ezt a becstelen viszonyt, és amikor azt tapasztaltam, hogy ezt mégsem szakították meg, a cselédasszonyt elküldtem a tanyáról, aki Törökszent Miklós községbe költözött. És most az érdekes, ezen időtől fogva, a korábban is említett Iván, ugye a késes Ivánunk, társait állandóan lázította, és minden igyekezetével azon volt, hogy ő is Törökszent Miklóson alkalmaztassék, hogy tovább bujálkodhassék. Sőt, társait is azzal biztatta, hogy Törökszent Miklóson mindnyájuknak lesz szeretője. Ugye itt ez volt a lényeg, és akkor itt írja aztán még hosszan-hosszan, hogy milyen problémát és hogy mit kér, hogy az Ivánt vigyék el. És akkor lenne még két hadifogolyja a kapcsolatban, és aztán tovább mennénk a 31-eshez. Az egyik egy sajtócikk méghozzá Boda József katona szökevényekről, mert hogy ilyenek is voltak Törökszent Miklóson, aki azt mondja, hogy ez a cikk szerint egy nagyon bölcs, vagy az én következtetésem egy nagyon bölcs hadiszökevény volt, mert azt mondja, hogy ez Kovács István alvégi kocsmájában, amin többekkel együtt volt Büki csendőrőrmester,
Igen, tehát Büki odaszólt ez a csendőr Bodána, hogy egy pár szót akar neki mondani. Büki Bodával kiment az utcára, hol a csendőrőrmester egyből változtatott mondani valóján, és a törvény nevében, mint katona szökevényt le akarta tartóztatni, Boda ezt nem hagyta, és dulakodásba kezdett az őrmesterről. Erre ő a kardját akarta kirántani, de ezt Boda megmarkolta, és a kard élével önmagát súlyosan összevagdalta. Ennek ellenére mégis sikerült megszökni a csendőrőrmester elől, azóta állandóan üldözésbe van véve. Aztán nem tudjuk, mi lett vele. A másik egy még érdekesebb történet, a korábban már említett Jó József rendőrbiztos megszólított egy őgyelgő leányt, és megkérdezte, hogy hogy hívják. Ez a lány válaszolt, hogy Györe Marinak hívna. Jó rendőrbiztosnak gyanúsnak tűnt fel a viselkedése, és felkísérte a községházára, hol vallatásnál kitűnt, hogy Szabó Józsefről van szó, aki Szent László utcában lakik, és katona szökevény, és őt rejti ez a női ruha. És aki Kecskemétről a 13-as huszár ezredtől szökött meg, és Törökszent Miklóson már 8 hete csavargott női ruhában. Igen, és akkor kik jöttek rá, de itt megvan a történet vége, hogy vasra verve elvitték Kecskemétre, és akkor ezzel megnyugodhattak a kedélyek. És akkor most már az utolsó utániakat rúgva, tehát 31-ben van, Porféri Mátyásról van szó, egy 31-es újságcikk, akiről azt tudjuk, hogy letelepedett Törökszent Miklóson, nagyon megtetszett neki az itteni élet, és azt mondja, hogy tovább üzte mesterségét, jövedelmezőnek bizonyult, vásárol vására ment, nagyon harmonikusan éltek a feleségével, ám de eljött az 1931-es esztendő, ahol az utóbbi időben mindig nagyon idegesen viselkedett. Felesége, látjuk, hogy ennek nem tulajdonított semmi jelentőséget, ugye lehet, hogy ezt nem szabadott volna hagyni, és azt gondolta, hogy üzleti ígyei miatt volt férje az utóbbi idegben sokszor idegesebb, mint azelőtt. Valószínűbb azonban, hogy a szerencsétlen ember szülőföldje beliekkel került érintkezésbe, akik hazacsábították vissza Oroszországba. És akkor elköszön Törökszent Miklós városa Porféri Mátyás hadifogolytól. És akkor már csak két név maradt, ez pedig a helyi zsidóságra vonatkozik. Az egyik, és akkor itt már tényleg vége, az egyik Burger Miklós, aki pedig nem más, mint ugye Burger Soma, Törökszent Miklós nemzeti szálloda tulajdonosának fia, aki Szolnokon ápolták, és 1916 nyarán, ez a szolnoki halotti anyakönyvben szerepel. Látjuk, hogy csaknem 10 évvel később van a szolnoki anyakönyvben. Anyakönyvezve katona, 68. gyalogezredben Törökszent Miklósi, ott halt meg, ám a cikkből kiderült, hogy hazahozták, és ugye megvan az ő sírja. És egy érdekességet, ez a Törökszent Miklósi zsinagógában lévő propátria felirattal a világháborús hősi halottakra emlékező emléktábla, ahol ugye feltüntették az összes Törökszent Miklósi zsidó nevét, és ott olvashatjuk Burger nevét. A következő pedig egy feltaláló gépészmérnök egészen káprázatos történettel, tehát hogy ezzel, ugye itt mondta Babus Zoltán, hogy bárcsak úgy készen kapnánk történeteket, hát ha valaki ezt ideadná nekem, ez biztos egészen zseniális a Reisingernek a története. Kezdődik ott az ő története, hogy ő nem Törökszent Miklóson, hanem Kunhegyesen született, és az első hír, ami rá vonatkozik, ezt ott olvashatjuk is, de akár mondhatom együtt is, ugye a Maxim géppuska neve mindenkinek megvan, és akkor itt egy olyan háborút képzelnek el, ugye ez egy 1909-es újságcikk, amiben már ugye itt a hangtompítóról van szó, és már nem srapnelek zajáról, és hogy mennyire felőrli az ember idegzetét ugye a géppuskák állandó zakatolása és a mindenfajta eszköznek a sivítása. Nem, mert hogy Maxim és a mi drága jó Reisinger Józsefünk és az ő kisfél Reisinger Arnold már azon foglalkoznak, vagy azt próbálják meg kitalálni, bocsánat, tovább mentem. Ugye itt van Maxim, dicsőség és egyedül. Jásznakun Szolnok vármegyei gépészek, ugye Reisinger József és Arnold, neki láttak, hogy majd ők elcsendesítik azokat a kutya ágyukat és puskákat, és akkor itt írják, hogy ilyen találmány, olyan találmány, és azt mondja, hogy a két feltaláló be is mutatta ezt a találmányt a környék népe előtt, állítólag szép sikerrel.
csak egy kis percenést hallhattak a közelben állók, amikor az élesre töltött Mannlichert elsütötték, és aztán már a hadvezetőségnek is bemutatták. Na most ez a mi jó Reisingerünk, egészen elképesztő sorral találkozunk, ugye itt megvan, hogy ugye ez már második világháború és zsidó törvény aluli mentesítésről szólna, hogy ez az arany vitézség érem, ez azért meglehetősen nagy kitüntetés, és én nem csak a reformátusban, hanem itt csámborogva én elmentem a zsidó temetőbe is, ahol lovakkal kellett megküzdenem, hogy közelebb mehessek a sírokhoz, de aztán itt beszéltem a Csőke Tibor kollégámmal, aki mondta, hogy valószínű nem is itt lesz ő, tehát nem kell itt a lovaznom, hanem valószínű fegyverneken lesz ő eltemetve, ezt nem lehet még tudni. Azért fontos ez, mert hogy én nem is olyan régen, egy pár hónappal ezelőtt egy kunszentmártoni aranyvitézség érmest felterjesztettem volna a nemzeti sírkert, hogy vegyék fel a nemzeti sírkertbe, hogy szebben fogalmazza. Egy Kurucellek nevezett úriemberről van szó, akit aztán, és ugye ez el is érhető, örök életre, vagy amíg világ a világ, védett lesz a sírja. És ugye milyen érdekes lenne ugye ezt a fegyverneki, vagy törökszentmiklósi Reisingert, ugye, aki aranyvitézségi érmest, hogy ez a sír is védett legyen. Jó? De menjünk tovább, hogy mi az érdekes. Ugye itt van egy német nyelvű kitüntetési javaslat, hogy egy kommandós akcióként telefonvonalakat semmisített meg, és hallgatott le, és ez a pótolhatatlan hadifölénybe juttatta a csapatait. És ami még érdekes, ez 45 elején Törökszentmiklós nagyközség előjárósága bizonyítja, hogy Reisinger Arnold géptechnikus, stb. A polgárőrség parancsnoka, ugye egy igazolás lenne, hogy ellene erkölcsi magaviselet ellen kifogás nem merült fel, 44 tavaszától őszig internálva volt, és magatartása méltó az aranyvitézségi érem tulajdonosához. És amiért ugye itt ez fontos lenne, hogy látjuk, hogy itt elhangzott a zsidó törvény, és hogy milyen ez a történelem, ugye itt elhangzott, hogy most egy háború, két háború, és ugye elvileg ugye a törvények szerint ő mentesülne minden hátrányos, tehát a zsidó törvény hátrányos rendelkezései alól. Ez végül nem így lett, és akkor ez lesz már az utolsó képem, mert hogy a Reisinger családot azért nagyon megviselte értelemszerűen 1944. Ugye láttuk, hogy az Arnoldot, ugye akit mondtam, ezt a géptechnikusunkat, őt internálták, viszont a család többi tagját Ausztriában, vagy Bergen-Belsenbe szállították, meghalt az egyik testvére még Oroszországban, és három felnőtt korú unoka, öccs és unoka húga is meghalt 1944-45-ben. Amit itt látunk ezen a képen, ez egy fegyverneki házassági kép. Itt van a Reisinger Arnoldunknak a az édesanyja, akit 80 évesen vittek el, ugye ez 1945-ös házassági kép lenne, és itt van az ekkor 25 éves Klára nevű lányuk, aki szintén megjárta a haláltáborokat, de visszaért, és itt van akkor a házassága, hogy Reisinger Klára, aki fegyverneken született, és ugye itt van a Arnoldunknak a testvére, ugye a Zoltán, akik majd Rázsóra magyarosítanak, és aztán ő 2007-ben fog elhújni. És aztán milyen a történelem, látjuk Kunhegyes, Törökszentmiklós fegyvernek, minden van benne, és ahogy átrohan ez a 20. század ezeken az embereken, ugye itt az első világháborút is beleértve, ez egészen hihetetlen. Köszönöm szépen a figyelmet.